Napjainkban már kevéssé ismert, hogy egykoron Tiszaderzsen élő nemesi családok aktív lótenyésztést folytattak. A lótenyésztés nemes hagyomány szeretné továbbvinni dr. Fülöp Gyula, aki 6 évvel ezelőtt vásárolta meg birtokát Tiszaderzs mellett. A fiatal gazdálkodó a birtokon évről évre folyamatosan fejleszti mind az infrastruktúrát, mind pedig a tenyészállományt. Erről, valamint a jövőbeli terveiről kérdeztük. Az ötlet az ugye elég sokrétű, ugye egyrésztről Karcag szülöttjeként itt a Nagykunság és a Tiszató térségből adta lehetőségek inspirálják az embert. Ugye mi itt konkrétan a háttérben látszanak ugye itt a Ménes lovai, Tiszaderzs őrház területén vagyunk. Ugye itt a birtok melletti területen húzódik a úgynevezett kungát, amit az előző században elődeink építettek, azzal a céllal, hogy a kiáradó Tisza vizétől megmentse gyakorlatilag a Karcag és Nagykunság területét. Sokan nem is tudják ezt. A Tiszaderzsi Református Egyházközség gondnokúrától hallottuk ezt a történetet, és kedves barátomtól, a Tisztatavi Keresztény Polgári Tőkör egyik alapító tagjától, Fodor Gusztávtól, hogy ennek a kungátnak a teteje gyakorlatilag egy szintben van a Karcagi Református templomnak a torony csúcspontjával. Úgyhogy ilyen érdekes történelmi alapokon, helyszíneken vagyunk mi, azzal kiegészítve, hogy tanulmányozva az elmúlt történelmet, ugye a Babocsai György által megírt Jásztagykun szónok megye lóvilágáról című könyvben ugye megtalálhatóak ilyen érdekes dolgok, hogy ugye mi egy olyan területen vagyunk, amit sokan nem is tudnak, hogy ugye a kommunizmus által már elnyomott dolgokba ugye nem jön ez nem napvilágra, hogy a Szilasi és a Losonci család, mint nemesi családok itt 100 évvel ezelőtt nagyon komoly lótenyésztési tevékenységet végeztek. Ugye ez a tevékenység itt él még a néhai náluk dolgozó, itt élő családokban, az itt élő fiatalokban, és ezt az érzést, ezt a magyarokban benne lévő érzést igazából csak lángra kell lobbantani. És 5 évvel ezelőtt jött a gondolata, hogy gyakorlatilag ezt a dr. Fülöp Ménes Kft-t, aminek itt ezeken az alapokon nyugszik a székhelye, létrehozzuk, akkor ugye az ember arra lett figyelmes, hogy van egy ilyen fiatalokat támogató kormány, aki megadja a lehetőséget arra, hogy a fiatalok vidéken boldoguljanak, és ugye én akkor Budapesten éltem, és ugye ez egy plusz inspiráció volt arra, hogy igenis érdemes az embernek a szülőföldjére visszatérni, és küzdeni az álmaiért, úgyhogy ez csak üdvözítő, és hálásak lehetünk ezért, hogy fiatalként ilyen országban élhetünk. Úgyhogy itt minden nap nagyon kemény munkával reggel 6-kor kelünk, este 8-kor, 9-kor fejezzük be a munkát, de nagyon élvezzük, nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, úgyhogy azt látjuk, hogy egyre jobban fejlődik a Tiszató, Nagykunság térsége, ugye turisztikailag, ha csak nézzük, akkor ugye itt vagyunk Tiszafüred és Abátszalók között, Tiszafüreden tavalyi évben átadásra került egy csodálatos országos szinten is ugye kiemelkedő kerékpárút, talán ha jól emlékszem, akkor múlt héten kihirdetésre került, hogy az ország a turisták által megszavazott eredmény alapján az ország legszebb kerékpáros hídja. Úgyhogy mi erre nagyon büszkék vagyunk, hogy itt lehetünk, ez meg is látszik, mert amikor az ember itt a mindennapokban kimegy a Tiszatógátra és megtekinti a csodálatos Tiszatavat, akkor azt látja, hogy itt megtöbbszöröződtek a kerékpáros turisták, ami ugye lehetőséget ad nem csak nekünk, mint Ménesnek, hanem az egyéb turisztikai szolgáltatóknak. És nem kell messzire menni, ugye, hogy a Karcag felé tekintünk, ugye Tiszaderzs Karcag egy olyan 25-30 km távolság légvonalban, akkor ugye félúton megtaláljuk Beregfürdőt, ami egy csodálatos termál üdülő hely,
utána pedig elérkezünk Arcakhoz, ami szintén egy stranddal, nagy hagyományokkal rendelkező központ, úgyhogy másrésztről ugye látjuk, hogy ez a felvétel, amikor már készül, ugye maszk nélkül nyilatkozom, innen is, ezúton is köszönjük a Kátai Gábor kórháznak, meg az összes egészségügyi dolgozónak a kitartó munkáját, hogy eljuthattunk ide a 2021-ben, hogy ezt a súlyos válságot, mint egészségügyi, mint gazdasági, lassan úgy néz ki, hogy le tudjuk küzdeni, és tovább tudunk lépni. Úgyhogy ilyen alapokon vagyunk mi itt. Így jött az ötlet, hogy ahogy elmondtam itt a bevezetőben, hogy ide költözzünk, itt alapítsuk meg ezt a ménest. Tehát, hogy nem egy véletlen dolog, sok tényezőnek az együtthatója. Területi adottság, történelmi lehetőség és a szívünkben lévő tiszatószerelem és lokálpatriotizmusnak az együtthatója. A ménesben több lófajta található meg. Mi egy sportlótenyésztő ménes vagyunk, kifejezetten magyar sportló, oldenburg és holsteini fajtákat tenyésztünk. Ebből adódóan több tenyésztő szervezetnek a tagjai vagyunk. Itthon nemzeti szinten tagjai vagyunk a Magyar Sportlótenyésztők Országos Egyesületének, valamint az Arab Lótenyésztők Országos Egyesületének. Nemzetközi szinten pedig jelenleg a holstein és az oldenburgi lótenyésztő egyesületnek vagyunk tagjai. Ebből kifolyólag igyekszünk itt a Tisza-tó partján erősíteni a magyar lovas hagyományokat, a magyar lótenyésztés szakágait, valamint nemzetközi vérkeringésbe is bekapcsolódni. Ezáltal ezen gondolatok mentén építjük fel a cégnek az üzletpolitikáját is, és tudatosan válogatott tenyészállatokkal töltöttük fel a ménesnek a kancállományát, és minden évben ezeket a csodálatos Isten adott tehetséggel megadott egyedeket párosítjuk, keresztezzük a világ top 50 ménynek örökítő anyagával. Ebből a Jóisten is megadja, akkor minden évben olyan csikók, olyan utódok születnek, amelyek alkalmasak arra, hogy a sportba kiváló eredményeket érjenek el, mind díjugrató, mind díjlovagló, esetleg egyéb militári lovastorna szakágokban is. Céljaink közt elsősorban szerepel, hogy itt a nagykunságban, Tisza-Dezsen az előbb ismeretett történelmi alapokon építve ismét olyan lovat tudjunk tenyészteni, magyar lovat tudjunk tenyészteni, ami nemzetközileg is megállja a helyét, és a magyar lótenyésztés jó hírét öregbíti. Ezért dolgozunk minden nap. Ha büszkélgethetek egy pár érdekes történettel, ide került a tavalyi évben hozzánk egy gondosan előkészített adásvétel eredményeképpen egy Lezmóna nevű oldenburgi kanca, amit a oldenburgi szövetséggel Berkein belül a Gerzozác úr tenyésztett, és a teljes testvére egy egyiptomi fiú a Nayel Nassar nyerge alatt amerikai bajnoki címet szerzett, valamint több világkupa fordulón, Global Champions Tour fordulón szerzett győztes eredménnyel rendelkezik. Ami érdekes lehet a televízió nézőknek, egy kis bulvárt is tegyünk a riportba. Ez a fiú, a Nayel Nassar lett a Bill Gates-nek a veje, és ennek a Bill Gates vejének a ugye egyik kedvenc lovának a teljes testvére az jelenleg itt legel mögöttünk a Tisza-dezsi ménesbe, és ha Jóisten is megadja, akkor napokon belül egy gyönyörű csikónak fog életet adni. Rengeteg terv van még dr. Fülöp Gyula előtt, ami megvalósításra vár. Ilyen adottságok mellett kézenfekvő, hogy az ember mindenképp a Tisza-tó vonzerejét, a nagykunság kapujába szeretne turisztikában is fejlődni, tehát hogy az itt lévő turisztikai attrakciók látványosság soraiba be tudjunk kerülni.
Jelenleg ugye a mai napi tevékenységünk alapján úgy nézünk ki, hogy mint egyfajta Forma 1-es istállónak a fiók telepeként felneveljük a sportegyeket, és nemzetközi vagy akár magyar sportistállókból értékesítjük a lovakat, viszont szeretnénk a jövőben ezen túllépni. Szeretnénk, hogyha ezek a csikók még egy kicsit itt maradhatnának, itt képezhetnénk őket, és egyfajta magasabb hozzáadott értékkel tudnánk őket magasabb áron értékesíteni. Ebből kifolyólag infrastruktúrális fejlesztésekre is mindenképpen szükség lesz. Nagyon agilisan, mindennapi odaadással dolgozunk ezért, hogy ez megvalósulhasson, ami azt jelenti, hogy itt egy olyan kis lovas paradicsomot álmodtunk meg, ami bízunk azzal, hogy a következő évtizedben meg tud valósulni, amire méltán büszke lehet majd az itt élő lovas társadalom, és közösen élvezhetjük majd ennek gyümölcseit, akár gondolok itt egy szabadtéri lovaspályára, vagy esetleg egy fedett lovardára, ahol mind a szabadidős, mind a versenysport szakágak képviselői részt vehetnek, és kibontakoztathatják tehetségeiket, úgyhogy nagyjából ezek a terveink. Érdekességképpen felmerült, hogy akár egyfajta lovas útvonal létrehozását elindítjuk itt a Tisza-tó déli partján. Ez még nagyon egy kezdeti gondolat, de gondolati síkon megfogalmazódott bennünk, és mindenképpen tenni fogunk ezért, hogy ez is létrejöjjön, és élvezhessék majd a turisták ennek az előnyeit.